Tárgyalásokat folytatott ma Márcsél Csolákú miniszterelnök a parlamenti pártok képviselőivel a közelgő választások időpontjáról. Ami az államelnök választást illeti, abban az esetben van még esély rá, hogy szeptember 15-én tartsák annak első fordulóját, ha a kormány még holnap határoz erről. A parlamenti pártokkal egyeztetett ma Márcsél Csolákú kormányfő az államelnök és parlamenti választások időpontjáról. Az RMDS részéről Cseke Attila szenátor és Csoma Botond frakció vezető vett részt a tárgyaláson. Cseke Attila híradónknak nyilatkozva elmondta, az RMDS álláspontja, hogy minél hamarabb dönteni kell a választások időpontjáról, illetve mindenképpen külön kell szervezni a két választást. Az RMDS-nek minden dátum megfelel, hiszen fel vagyunk készülve az államelnöki választásra és a parlamenti választásra is. A parlamenti választásnál van egy alkotmányos időkeret, ami azt jelenti, hogy november 30-a lehet az első nap, amikor parlamenti választást tarthatnak Romániába, hisz az alkotmány azt mondja, hogy 20 napon belül utána össze kell hívja az elnök az új parlamentet, és lehet december 8-a is akár, de november 30-a most alkotmányossági szempontból jobbnak tűnik. Giorgio Simeone, a Románok Egyesülésért szövetségelnöke hétfőn a Csolákú miniszterelnökkel az elnökválasztás időpontjáról folytatott tárgyalások után kijelentette, hogy az AUR készen állt a szeptember 15-i elnökválasztásokra, de Márcsél Csolákú miniszterelnököt ismét átverték. Úgy tűnik, hogy az érdekcsoportok fogja és decembert fontolgatja. Hazugsággal vádolta a miniszterelnököt és a pénélés partnereit. Azt is mondta, hogy ez egy végig hibás választási folyamat, és a liberálisok összejátszanak a PSD-vel. Nem tudom, hogy Csolákú urat mivel zsarolják, minket nem érdekel, hogy mikor lesznek a választások. A románok problémája nem ez, de mi készen állunk szeptember 15-ére. Akár holnap megszülethet a döntés arról, hogy a választások ezen a napon legyenek. Noha ugye múlt pénteken tűzték ki a döntés meghozatal határidejének. De amilyen szomorú arcokat láttam a Viktória palotában, egyértelmű, hogy a Basarab nemzetség uralma odaveszett. Az USZERJ a törvények tiszteletben tartását és a választások időben való megtartását akarja, közölte a párt közösségi oldalán. A közleményükben Elena Lasconit idézték, aki szerint Romániának olyan elnökre van szüksége, aki a románokért van, és olyan miniszterelnökre, aki az ő érdekükben hoz döntéseket, nem pedig a tévében ülve a választások időpontjáról beszél. Az emberek az infláció miatt aggódnak, nem pedig azért, hogy mikor szavazzanak. Nikolai Csuka, a Nemzeti Liberális Párt elnöke nem vett részt a pártokkal folytatott megbeszéléseken. A sajtónak nyilatkozva elmondta, a Pénélé vezetősége egyhangulag egyetértett abban, hogy az elnökválasztást novemberben kell megtartani.